Erős paprika. Jaj, de jó néz ki. Üljünk ma a kenappaliba, azt tegyünk ma étkezni normálisan. Menjünk, mert mindjárt itt van rendetlen. Nem gyöttem, gyertek üljünk le ideje. Nagyon gyöttek enni. Én nem hívom ki a mentőt a fejre. Jó, de is nem is hallgatom. Ott van, ma étkezünk. Ma bőrönd van, létre van. Na, lányok, gyűjtök enni, hogy de jó. Én nem kérem, csak hozza ma ezt a salátából. Nem viszek semmit, én ezt akkor tápakolom. Nem annyi minden bajlingból. Bajlingból eszem. Milyen jó? A szépbe szerem, így behozom. A kapa kapa mentő. Gyere le, étel, azt így beszél. Nem lehet szépen. Ez aláté. Én nem szoktam tenni. Én mondom, itt minden fel van borulva. Bea, légy szíves! Gyere, üljél már lehozzak, legyünk már romantikus vacsorán. Tetszikből eszem. Az milyen romantikus vacsora? Nem, ott be kell dugni először egy helyet. Apa, te romantikus győzike. Igen, voltam zenekar. Mint ha étteremben lennék, kocsagos étteremben. Csak az étteremben nem tepsiből esznek. Elég, meg így szedjek. Annyi elég. Kinek a laptopja van az asztalon? Nekem nincs laptopom az emberek. Nekem nincs. Itt ki játszott seprővel? Virág volt. Ez kinek a cipője? Mit kiabolsz? Mit kell kiabolsz? Nem tudok élni tőletek. Nem a szalvétát. Használj, most anyamat kiabol, maradjunk majd inkább csőben. Lassatok, ki van borulva. Ja, itt van a izén a kanál. A beszarok. Ez kintről jött. A cipős szekrényen van kanalak. Hát az virág volt. Az a virág volt. Az én szoknyám csak úgy ledobva a főre. Te raktál a cipőszekrény a kanalat. Istenem! A nagyobb, a kisebb itt nem rakna le semmit, a nagyobb se. Virág, amikor bejövünk a kabátot, oda tesszük a tovasra. Nem akarsz elmenni magadnak valahova? Hát ki a bossz? Ehe, Evelinkém. Aha. Na, az a cipő, kihagyi galom, kihagyítom, ha nem kell. Ha mindenhol a te cipőd van, ha gyerünk ma. Ha mindenhol cipő van. Na, ha te egyetek jó ízűen, én nem ennék, nem vagyok éhes. Én szomjas vagyok. Tiszta sarkanyag. Gyere le, osztályé. Jó van. Ne szóljatok már neki, visz igaza van valahol. Mit csinál? Mit ne szóljál, mert neked egy könyörű kázott tanulva. A fogalma is minden az ágyon, ott van az! Sst, na, ne szóljál neki vissza. Hát azért ne haragudjatok, ki tévézett bent a szobába? Én ki nem. Ki volt az? Én nem. Ha valaki csak bent volt. Pufi fang tévézett ott. Vagy hogy valaki megfogna a magát, hogy most hétvége van, nem megyünk sehova, papucsba vagyunk itthon, elmosom a cipőket, ma leszek olyan. Soha! Ma van egy hülye, aminek. Ha van egy hülye nekünk. Van egy nagyon hülye! Na, tudtam volna, hogy ezzel jár, hogy férhez megyek soha. Azért ne haragudjatok ma. Bes Martin. Enni nincs idő. Azt mégis kövér vagyok. Kötözünk panelba. Azt az miben segítene nekem, ha panelba lennénk? Akkor nem jönne be cipőbe, mint ahogy most is cipőbe vagy. Nekem ez így nem jó. Akkor szerezzünk egy takarítónőt. Győzök, fél hétkor kerek minden reggel. Most ma este fél hét van. Ma még nem megfőztem, ott volt a sütőben a kaja. Nem ettem. Nincs időm. Hol a gyerekén megyek, hol bevásárolok, hol vasalok, hol lent a mosógépnél vagyok, hol itt vagyok, hol ott vagyok. Soha nem vagyok sehol. Hát este ma hulla vagyok. Hát hajat nem mostam ma egy hete. Akkor most itt ne vitatkozzunk, mert tényleg mindenkinek egy más a gyarra megyünk, az alól nem segít, én nem akarom. Virág, csepp még, te elfáradsz. Adjunk fel egy hirdetés, gyerekek, hozzá laptopodot, fogalmazzuk meg, azt induljunk el. Én meg, ami van zseppézem, akkor a heti kettő takarítást kifizetem, azt ennyi. Írja csai. Megbízható takarítónőt keresek. Salgótarján belvárosában egy négytagú családhoz. Nem dohányzás előtt. Ennyi. Vége. Kész. Na, felraktam a hirdetést. Tényleg? A fel is van rakva, ja. Ez így megy? Beírtam. De ezek ingyenesek, ha easy internetesek, nem? Hát, ja. Hát, de most figyelj, ma... Most már beírtam, ma nem lehet varjálni. Jó, lehet, hogy én már régi balgású vagyok. Én mondjuk nem e-mailen keresnék. Na. Hát, ki tudja. Ki tudja.